Három évre kötött termékértékesítési szerződést a termelőkkel a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége és az ULT Magyarország ZRT, mondta el híradónknak bényei Illés. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke hozzátette a szerződés kötésekkor nagy problémát jelentett, hogy az előző periódusban bevezetett termelés korlátozásának gondolata és a hazai dohányfermentáló üzem kivonása elbizonytalanította a magyar dohánytermelőket. Az ULT a 2018-as termelés szerződés kötése során három éves termékértékesítési szerződéssel jött ki. Ezzel bizonyítja azt, hogy ő hosszú távon elkötelezett a Magyarországi Dohánytermelésre. Termelők nagy része ezt a mennyiségre a három évre meg is kötötte, más választása nem nagyon lévén. De, mint ahogy említettem, elég jelentős annak a termelő létszáma, akik korábbi években hűséges termelők voltak, ebben az évben viszont vagy csökkentették a területüket, vagy akár be is fejezték a termelést. A három éves időszakban országos szinten 570 dohánytermelő 2150 hektár földön végez majd dohánytermesztést. Ez 128 hektárral és 129 termelővel kevesebb az előző periódusnál. A korábbi termékértékesítési szerződéssel ellentétben 2018-ban komolyabb adatszolgáltatási kötelezettségeket rónak a termelőkre, ezzel igazolva, hogy a megtermelt dohány tiszta eredetű. A tiszta eredet alatt értem azt, hogy vegyszer, maradvány, mentes, hogy a foglalkoztatásnál sem gyerekmunka, sem rabszolga jellegű munka nem merül föl, hogy megfelelőképpen meg vannak fizetve az alkalmazottak, hogy a környezetre olyan tevékenységet nem folytatnak, amely káros lenne, hogy a felhasznált műtrágyák és növényvédőszerek azok mindenképpen engedélyezettek a dohánytermesztés során felhasználásra. Az előző periódusban 6171 tonna dohányra kötöttek szerződést, és végül 6802 tonna került értékesítésre. Az idén kötött három éves szerződésben 5829 tonna dohány termelésében egyeztek meg.